Köszönöm elnök úrnak a elnök uraknak a jó kívánságot. Valóban egy izgalmas éjszaka van mögöttünk, és egy még csodálatosabb hajnal, ami ezt meg is, hát 9 órakor történt pontosan az, hogy a harmadik gyermekem megszületett, és valóban egy kis lány, de még dúdós lesz. Okulva biztos vagyok benne, hogy az a támogatás, meg az a fejlődés, ami elindult a magyar judósportban, az odafigyelésre érdemes. És ahogyan Vizer elnök is mondta, mindenhol válság van, de vannak országok, ahol képesek és akarnak és tudnak is állni a sportra, ilyenek vagyunk mi is. Mert hiszünk abban, hogy a sport az életet jelenti, hiszünk abban, hogy a sport a jövőt jelenti, gyermekeink jövőjét jelenti, egészséges szellemiség, egészséges nemzedékek nevelődhetnek fel. A sporton keresztül, különösen pedig a judó keresztül, hiszen a judó a legnépszerűbb küzdősport Magyarországon. A helyzet az, hogy ugye a 16 kiemelt sportág körébe vita nélkül bekerült a judó. Ugye 2020-ig terjedő időszakra vonatkozóan nagyon komoly támogatásban részesül. Ugye 11 milliárd forintos támogatásban részesül a judó sportág. Ez szerintem mindenképpen példaértékű. Tudjuk azt, hogy egy sikeres Európa-bajnokságot rendezett meg Magyarország és a Magyar Judó Szövetség itthon tavaly. 180 millió forinttal támogatta a kormányzata az EB megrendezését. Minden külföldi örömmel tért haza és jól érezték magát Magyarországon. Ez sem mellékes dolog, tehát nem csak a judósok, hanem az ő kísérletük is, és mindenki. Látták Budapestet, látták az országot, látták azt, hogy a magyarok legjobb szerető emberek, és igenis képesek vagyunk világszínvonalú versenyek megrendezésére. A judó Grand Prix sorozat egy fontos állomás helyen bővül, hiszen mondjuk Párizs és Düsseldorf után Budapest is feliratkozik a világ judó térképére, és én azt hiszem, hogy a világ judós térképen erősödő szerepe és erősödő helye van Magyarországnak, a magyar judósportnak. Ez az állomás, ez a pillanat valóban mérföldkő, hiszen miniszternek is elmondta, én magam is azon az állásponton vagyok, hogy minden értelmes célkitűzést, ami a sportvilágában megfogalmazódik, támogatni kell. Ahol vannak elképzelések, vannak víziók, vannak az erősödésre utaló szándékok, amelyek komolyan megfogalmazódnak egy sportág fejlesztési koncepcióban is, a sportág népszerűsítésében, eredményességének növelésében, a versenyzők számára, vagy az edzők számára lehetőséget biztosítani itthon is ebben a világsorozatban, szerintem ez példaértékű, és ezért is döntöttünk, hogy támogatjuk. A pontos összeget hadd mondjam így egyelőre, mint egy 100 millió forinttal fogjuk támogatni, de nyilván beleigyezve szeretnénk hosszú távon gondolkodva a sportág fejlesztési koncepcióban is ezt tükröztetni, hiszen ez egy fontos lehetősége a magyar judósoknak a megmérettetésre. Úgyhogy én szeretnék ezt gratulálni, köszönjük Máriusz Vizernek is, köszönjük Tóth László elnök úrnak is az együttműködését, nyitottságát, annak érdekében a szándékát, hogy Budapest helyet kap a csúcsprogram sorozatban. Bízom benne, hogy ez méltó helyszíne lesz Budapest ahhoz, hogy a magyar judósport és a sportolóink megmutathassák magukat magyar szurkolók előtt is, és a világ judós edzői szakvezetői előtt is. Úgyhogy gratulálok még egyszer, és sok sikert kívánok. Én boldog esztendőt mindenkinek, és a természetesen a versenyzőiknek, Csernovicki Évának és a többieknek jó-jó, sok, nagyon sok és sikeres versenyzést kívánok, sérülésmentes közelelmeket. Köszönöm szépen!